2,6 milliárd a keretösszeg, már pályázhatnak működési támogatásra a civil szervezetek. A felső határ 3 millió forint. Lezárult ellenőrzések, rendben találta a Nyírségvíz ZRT, valamint a térségi hulladékgazdálkodási KFT gazdálkodását az állami számvevőszék. Segítség a betegeknek. 3,8 millió forint adományt kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány. Már pályázhatnak működési támogatásra a civil szervezetek, a Kölcsei Televízió híradóját látják. A Nemzeti Együttműködési Alap 2,6 milliárd forint keretösszegű kiírása alapján a szervezetek 5 területen pályázhatnak, mondta az egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán. Fülöp Attila a Civil Információs Centrum rendezvényén kiemelte, a pályázható összeget maximalizálták, így a felső határ 3 millió forint. Nemzeti Együttműködési Alap, azaz a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, valamint a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató központi költségvetési előirányzat. A NEAN belül most működési támogatásra pályázhatnak a civilek, mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum nyíregyházi rendezvényén az egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Most került kiírásra az a pályázat, aminek az elsődleges célja azoknak a civil szervezeteknek a segítése, amelyek alapvetően kisebb civil szervezetek. Ugye Magyarországon van összesen körülbelül 60 000-55 000 civil szervezet, tehát elég nagy mennyiségben. Ezeknek a Nemzeti Együttműködési Alap egy olyan pályázat, amely most a működési kiírása jelent meg, tehát arra biztosít forrást, hogy a működésre lehessen pályázni. Ez december közepén jelent meg, január közepéig lehet a megszokott módon 5 kollégiumban pályázni 100 000 és 3 millió forint közötti összegre. A helyettes államtitkár hozzátette, a civilek adminisztrációs terhei csökkennek majd. Az eddigi nyilvántartásba vételi szabályok és változásbejegyzési szabályok, azaz a bíróság felé hogy kell eljárni, hogy kell egy civil szervezetet, egyesületet, alapítást nyilvántartásba venni, hogy kell módosítani ezeket az adatokat. Itt számos visszajelzés volt, hogy ez lassú, körülményes sokszor, ezért a mostani módosítás, amit a parlament elfogadott, jövő évtől jelentős mértékben egyszerűsít a jogszabályokon, azaz azt jelenti, hogy ezek az adminisztrációs kötelezettségek, amik a civil szervezeteknek nem az alaptevékenység, hanem egyfajta bíróság felé való kötelezettség, kevesebb idővel, kevesebb energiával, reményeink szerint kevesebb pénzzel lesz megoldható. A rendezvényen a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a települési és megyei önkormányzatoknak is fontos partnerei a civil szervezetek. Sokkal olcsóbban, hatékonyabban és olyan fajta szolgáltatások tekintetében is el tudnak látni akár önkormányzati feladatokat is, amit az önkormányzatok vagy más állami szervezetek nem tudnak ellátni. Sokkal közelebb vannak a civil szervezetek az emberek igényeihez, mindennapi szükségleteihez. Önkéntes munkát is be tudnak vonni a tevékenységükbe, tehát ilyen szempontból nagyon fontos számunkra, önkormányzatok számára a civil szervezeti partnerség. A rendezvényen elhangzott, hazánkban közel 60 000 civil szervezet van bejelentve, ennek a 60-70%-a aktív. A NEAS pályázatokra azonban még ennél is kevesebben, összesen körülbelül 15-16 000 szervezet pályázik. Lezárult a Nyírségvíz ZRT, valamint a térségi hulladékgazdálkodási KFT ellenőrzése, tájékoztatta televíziónkat az állami számvevőszék felügyeleti vezetője. A vizsgálatok eredményei szerint Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata szabályszerűen szervezte meg a vízi közműszolgáltatás, valamint a hulladékgazdálkodás közfeladat ellátását is. Az önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása megfelelő volt. A társaságoknál kisebb hiányosságok akadtak, azok megszüntetésére javaslatokat fogalmazott meg az állami számvevőszék. Az állami számvevőszék önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál is végez ellenőrzéseket. Most zárult le a Nyírségvíz ZRT, valamint a térségi hulladékgazdálkodási KFT ellenőrzése is. Mindkét társaság esetében az ellenőrzött időszak 2011 és 14 közötti évekre terjed ki. A Nyírségvízzel kezdeném. A társaság vagyongazdálkodása
szabályszerű volt, az árképzése megfelelő volt. A vagyonkezelésbe vette eszközök, tehát amivel a közfeladatot látta el, a pótlásáról, felújításáról, hála jó Istennek, azt kell mondjam, a terv szerinti értékcsökkenési meghaladó mértékben gondoskodott. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata mindkét esetben, tehát a Nyírségvíz ZRT-nél és a térségi hulladékgazdálkodási KFT-nél is szabályszerűen szervezte meg a közfeladatellátásokat, és szabályszerűen gyakorolta a tulajdonosi jogokat is. A Nyírségvíz ZRT-nél egy hiányosságot tapasztaltak, annak megszüntetésére javaslatot fogalmazott meg az állami számvevőszék. A hulladékgazdálkodási cég többek között az előírt beszámolási és közzétételi kötelezettségét teljesítette hiányosan. A beszámolóknak a kiegészítő mellékletei nem tartalmazták teljes körűen mindazokat, amelyeket jogszabályok előírnak, hogy egy-két példát mondjak, például 2011 és 2014 között a kiegészítő mellékletekben nem szerepeltek a könyvvizsgálók által felszámított díjak, vagy a társaságban többségi befolyással rendelkező tag székhelye szavazati aránya. Ezek a hiányosságokhoz kapcsolódóan fogalmazott meg az állami számvevőszék a térségi hulladékgazdálkodási KFT ügyvezetőjének három javaslatot. Ebben az esetben is a társaság vezetőjének a jelentés készhezvételét számított 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie. Az állami számvevőszék jelenleg is ellenőriz térségünkben, többek között a Nyíregyházi állatparknál vizsgálódnak. 3,8 millió forint adományt kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány. A Kevíz 21 ZRT az idősápolást és a gyermekgyógyászatot támogatta ezzel az összeggel, amelyből tervek szerint multifunkcionális székeket vásárolnak, a gyermekosztály pedig egy koraszülött mérleggel gazdagodik. A sportot, a színházat és az egészségügyet is rendszeresen támogatja a Kevíz 21 ZRT, közölte Hajzer Gábor igazgató. Az építőipari vállalkozás partnerei segítségével most több millió forintot ajándékozott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítványnak. Kevíz 21 ZRT ebben az évben ünnepelte 25 éves évfordulóját, ebben az alkalommal egy emlékestet szerveztünk. A cég felajánlott egy 3 millió forint összegű adományt a kórház számára, és az ünnepségre meghívott partnereinknek és ott résztvevő dolgozóink számára adományleveleknek a vásárlását kínáltuk föl. Ők további közel 800 000 forint értékben vásároltak adományleveleket, így ezt az összeget utaltuk át a kórháznak. Az adományt a gyermekgyógyászat és az idősápolás területén szükséges eszközök beszerzésére használják fel. A vállalkozás a kórházra bízta ezeknek az eszközöknek a kiválasztását, emelte ki Adorján Gusztáv főigazgató. A beszerzés után a kórház nem csak a tulajdonosa, a fenntartója is lesz majd a megvásárolt tárgyaknak. Az, hogy az intézmény költségvetésébe miket tudunk beilleszteni a mindennapi betegellátáson kívül, amit tudjuk, hogy az egészségügyben is amortizáció, tehát nagyon sok olyan dolgot kell pótolnunk, amit hát ilyen, sokszor azt szoktuk mondani, hogy apróbb dolgok, de csak szükség van rájuk, és gyakorlatilag ezekkel az adományokkal, amelyek nem apró adomány természetesen, mi ezt úgy fogjuk felhasználni, mind a gyerekellátás, mind az idős ellátásba, hogy megfelelő módon hasznosuljon olyan eszközöket, amelyeket nem biztos, hogy mind a költségvetésünk meg tudjuk vásárolni. Azért is kiemelt fontosságú a mostani adomány, mert az idős ellátás korában még nem kapott támogatást. A bennfekvő betegek egyharmada 70 év feletti, közölte az ápolási igazgató. A kórtermek élettérként is funkcionálnak a betegek számára, ezért nem mindegy, milyen körülmények között gyógyulnak, tette hozzá Nagy Géza. Lehetőség gyűlik arra, hogy olyan ápolási eszközöket szerezzünk be az időskorok ellátásában, amelyekben jelenleg nem volt lehetőségünk. Ilyen például a multifunkcionális kiültetőszék, amely gyakorlatilag lehetőséget ad arra, hogy a beteget biztonságban kiültessük, biztonságban tudjuk etetni, és biztonságban tudjuk infúziós terápiában részesíteni. Ez egy multifunkciós, tehát gyakorlatilag több mindent tudunk egy időben elvégezni. Egy-egy ilyen szék akár 100 000 forintba is kerülhet, kórtermenként legalább egyet szeretnének majd vásárolni. Az adomány egy másik részét a gyermekosztály használhatja fel, itt már több évtizedes hagyománya van az ehhez hasonló támogatásoknak. Az elmúlt 25 évben közel 300 millió forintot kaptak, ennek köszönhető például a koraszülött mentőszolgálat kialakítása és működése is.
Erre azért is volt nagy szükség, mert évente közel 60 gyermek születik otthon a megyében. A mostani összegből is ezt a részleget támogatják. A koraszülött ellátás részére szeretnénk egy viszonylag nem drága eszközt, de nagyon fontos eszközt vásárolni. Ez egy pontos digitális mérleg, amivel nekünk naponta kell ellenőrizni a koraszülötteknek a testtömegét. Ez a mérleg, ez 200 000 forintba kerül, bármennyire is furának tűnik, ez az átlag kereskedelemhez képest egy nagyon nagy ár, de egy orvosi műszer, egy ilyen kicsi orvosi műszer is sajnos ilyen drága árba kerül. A koraszülött intenzív osztályon éves szinten közel 500 gyereket látnak el. A koraszülés aránya közel 10% a megyékben. A kicsik nagy számban 1500 gramm alatti súllyal születnek, ezért is lenne fontos a mérleg beszerzése. Karácsonykor változik a vonatok közlekedési rendje, a szilveszter és az új év miatt viszont nem kell módosítani a menetrendet. December 24-én még marad a szombati, viszont 25-én ünnepnapi, 26-án pedig vasárnapi közlekedési rend szerint járnak majd a vonatok. Az év utolsó és jövő év első napján nem változik a személyszállító vonatok forgalmi rendje. December 31-én szilveszterkor szombati, január 1-én vasárnapi ütem szerint közlekednek a vonatok. Január 2-án hétfőn már a munkanapokon megszokott módon indulnak a vasúti járatok. Nevet kapott a fehér kis oroszlán. Hogy hogyan hívják a Nyíregyházi Állatpark közönség kedvencét, hamarosan kiderül. Előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Az első helyen zárta az őszi szezont a Máté Szalkai MTK női kézilabda csapata. Vakarcs Krisztina együttese 10 győzelem mellett mindössze egy vereséget szenvedett, így 4 pont előnnyel áll az élen a Füzesabony előtt. Az MMTK január 9-én kezdi el a felkészülést a tavaszi folytatásra. A Nyírség Kopi csapatának győzelmével zárult az 5. Szabolcs Takarék Karácsonykupa kispályás labdarúgó torna. A nyíregyházi Bemiskola csarnokába 3 megye 16 településéről érkezett csapatok, és egy határon túli együttes is nevezett a rendezvényre. Nevet kapott a fehér kis oroszlán. A Nyíregyházi Állatpark talán legnépszerűbb látványosságát a látogatók nevezhették el. A közel 850 javaslat közül végül a kókusz nevet választották neki a gondozók. Ez utal a kisállat színére és születési helyére is. A kis oroszlán még nyáron született a Nyíregyházi Állatparkban, jelenleg már 18 hetes. Nem ez az első eset, hogy a látogatókra bízták a névválasztást. Erre a felhívásra összesen közel 850 ötlet érkezett. Kitti, Csili, Lilla, Fanni, Luca, Lulu, Cuki babus, Cókmók, Hógolyó, Didi és Hópehely. Ezt a rózsahintó óvoda javasolta Budapestről. Végül a kókusz nevet választották a kisállatnak, ezt összesen 23 látogató javasolta. A név utal születési helyére, Dél-Afrikára, valamint a színére is, de azért is ez lett a befutó, mert a gondozók szerint az oroszlán születése után egy apró kókuszgolyóra hasonlított. Igazi közönségkedvencről van szó, hiszen születése pillanatától kezdve rengetegen figyelik az ő fejlődését. Éppen ezért a látogatókat kértük fel, hogy javasoljanak neki nevet, ezt többféle módon tették meg. Egyrészt a hivatalos közösségi oldalunkon rakhattak ki névjavaslatokat, másrészt pedig a postaládájába rakhatták az állatnak, mely az állat kifutója mellett található. Több száz név érkezett, például a White Vader úrnőtől kezdve a hófehérken át a hópihíig, nagyon sokan ugye a fehér színezetére utaltak. A Nyíregyházi Állatparkban 2015 óta él egy fehér oroszlánpár, az ő utóduk kókusz. Mellé a Gyöngyösi Állatkertből hoztak egy nősztényfajtásat, azzal a céllal, hogy együtt nőjenek fel. A fehér oroszlán állománya vadászat miatt jelentősen csökken. Utoljára 1994-ben láttak vadon élő egyedet. Napjainkban az állatkertekben és rezervátumokban élő egyedek száma nem éri el az 500-at. Az első helyen zárta az őszi szezont a Máté Szalkai MTK női kézilabda csapata. Vakarcs Krisztina együttese 10 győzelem mellett mindössze egy vereséget szenvedett, így 4 pont előnnyel áll az élen a Füzesabony előtt. Az MMTK január 9-én kezdi el a felkészülést a tavaszi folytatásra. Az előző szezonban újoncként 4. helyen végző Máté Szalkai együttestől nyáron 10 játékos távozott, ketten pedig befejezték a pályafutásukat, így teljesen átalakított csapattal vágott neki a bajnokságnak az MMTK.
A legutóbbi 10-zel szemben az NB2 északkeleti csoportjában 12 csapatos lett a mezőny, amelyhez a megyéből a Vitka, valamint a Füzesabony és a Heves csatlakozott. A Szalkaiak az első fordulóban legyőzték a Debrecen második csapatát, majd a megyei rangadón vereséget szenvedtek a Kölcsédiesétől. Azt követően óriási menetelésbe kezdett a csapat, a 6. fordulóban az akkori listavezető mezőkeresztes legyőzve a tabella második helyére léptek Deméjék. A következő fordulóban a Bőcs elleni sikerrel az élére állt a Máté Szalka, amely a folytatásban sem botlott, így 10 győzelemmel és egy vereséggel az első helyen tölti a téli szünetet a Vakarcs Krisztina által irányított együttes. Egy hosszú menetelésen vagyunk túl, nagyon örülünk annak, hogy ezt a csapatot csapattá sikerült kovácsolni ebben a szezonban, hiszen mint hogy többször is beszámoltunk erről, azért a augusztus felkészülés idején egy teljesen új alapokra épülő csapat szerkezet kellett, hogy létrejöjjön, sérülésekkel, illetve játékosok jöttek, mentek, ugye, az új játékosok beépítését el kellett végezni, de ami a legnagyobb hozadéka ennek, hogy valóban egy egységes csapatként tudtuk befejezni ezt az őszi szezont, és már meg is volt a szezonzárunk, és ott is kihangsúlyoztam, és a jó hangulatú szezonzárón is kitűnt az, hogy igazi csapatként tudunk nem csak a pályán, hanem a szabadidőt is úgy eltölteni, hogy a lányok hajnalig tartó mulatságon nagyon jól érezték magukat. Vakarcs Krisztina szerint, aki Móri Katalin sérülését követően másfél év szünet után ismét szerelést húzott, a csapategységnek óriási szerepe van a sikeres őszi szereplésben. Én az egész csapatot kiemelném, hisz a 10 győztes mérkőzésből úgy gondolom mindig volt egy ember, aki a hátára vette a csapatot, és a vezér volt a csapatba, és segítette a nehéz pillanatokban a társakat. A Máté Szalkai játékosok jelenleg pihenőjüket töltik, majd január 9-én elkezdik a felkészülést a tavaszi folytatásra. Az első fordulót február 18-án rendezik, akkor Debrecenben lép pályára az MMTK. A Nyírségkopi csapatának győzelmével zárult az 5. Szabolcs Takarék karácsonykupa kispályás labdarúgó torna. A nyíregyházi Bemiskola csarnokába 3 megye 16 településéről érkeztek csapatok, és egy határon túli együttes is nevezett a rendezvényre. 3 napon keresztül pattogott a labda a nyíregyházi BEM iskola tornacsarnokában az 5. alkalommal megrendezett Szabolcs Takarék karácsonykupa kispályás futballtornán. Ezúttal 32 csapat küzdött a győztesnek járó serlegért. A megyebeli együttesek a régió legjobb kispályás csapataival mérhették össze tudásukat. 3 megyéből érkeztek, mint ahogy az eddigi 4 év szintén, tehát Borsod, Hajdú és Szabolcs megyéből, de örömmel újságolhatom, hogy ettől az évtől kezdve nemzetközévé vált a torna, hiszen a Kotnár Bereg Vidék FC csapata is megtiszteli jelenlétével rendezvényt, és így nemzetközi lesz. 16 településről jönnek a megye különböző helyeiről, egészen Csengertől Tiszadobig mindenhonnan érkeznek csapatok, de természetesen az Intersport Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokság krémje is itt van. Nagyon sok jó csapat nevezett a tornára, kitűnő mérkőzéseket láthatnak a nézők. Én bízom benne, hogy így folytatódik majd ez a torna az elkövetkező években is. A szervező elmondta, hogy a csapatokban nagyon sok olyan futballista játszik, aki korábban nagypályán alkotott maradandót. De olyanra is akadt példa, hogy valakire a kispályás meccseken figyelnek fel a szakemberek. Nagyon sok olyan játékos kerül ki a kispályáról, aki éppen nagypályás csapatban tudja bebizonyítani, hogy mire képes. Annak idején emlékszem még rá, hogy a Városi Stadionban Bagoly Gábor például újfehértói csapat játékosaként ott lett kiszemelve, és úgy járta be gyakorlatilag egész Európát. A tornát a Nyírségkopi csapata nyerte a nyíregyházi Rada Rally Team és az újfehértói Királygold együttese előtt. A gólkirályi címet a Rada Rally Team-es Nagy János szerezte meg, a legjobb kapusnak a Nyírségkopis Vasas Gergőt, a legjobb játékosnak pedig a Királygoldban szereplő Kis Tamást választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Már pályázhatnak működési támogatásra a civil szervezetek. A Nemzeti Együttműködési Alap 2,6 milliárd forint keretösszegű kiírása alapján a szervezetek 5 területen pályázhatnak, mondta az Egyházi Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán. Fülöp Attila a Civil Információs Centrum rendezvényén kiemelte, a pályázható összeget maximalizálták, így a felső határ 3 millió forint.
Lezárult a Nyírségvíz ZRT, valamint a térségi hulladékgazdálkodási KFT ellenőrzése, tájékoztatta televíziunkat az állami számvevőszék felügyeleti vezetője. A vizsgálatok eredményei szerint Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata szabályszerűen szervezte meg a vízi közmű szolgáltatás, valamint a hulladékgazdálkodás közfeladat ellátását is. Az önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása megfelelő volt. 3,8 millió forint adományt kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány. A Kevisz 21 ZRT az idősápolást és a gyermekgyógyászatot támogatta ezzel az összeggel, amelyből tervek szerint multifunkcionális székeket vásárolnak, a gyermekosztály pedig egy koraszülött mérleggel gazdagodik. A Kölcsei Televízió híradóját látták december 20-án kedden. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért látogassanak el honlapunkra. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk. Hideg párna épült ki térségünkben, emiatt a következő napokban is folytatódik a jobbára borongós, párás, napközben is fagyos idő. Az éjjel túlnyomóan borult lesz az ég. Párás, ködös idő várható, zuzmarára is számítani lehet. Únos szitálás, húszálingózás előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, párás idő várható, únos szitálás, húszálingózás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutára mínusz 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincs térségünkben. A következő napokban a markáns légköri frontok még elkerülik a Kárpát-medencét. Magas nyomású zóna lesz felettünk, emiatt csendes, nagyobb részt borult, párás, hideg, téli időre van kilátás. Számottevő csapadék nem valószínű, de hol itt, hol ott előfordulhat ónos szitálás, illetve húszálingózás. Nem várható szélerősödés és a hőmérséklet is csak alig változik napközben. A hétvégén a frontok már közelebb kerülnek hozzánk. A megélénkülő szél mind több helyen felszaggathatja a zárt felhőtakarót is, elszórtan eső, ónos eső, kisebb havazás is lehet.